kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adventi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva 312. adventi dicséretünk első versét. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük tovább ezt a szép adventi dicséretet. Énekeljük még el 312. dicséretünk második és harmadik versét. Ez énekversek éneklése alatt bocsátjuk el a gyermekeinket az adventi gyermekisten tiszteletre. A mi segítségünk, adventi Isten tiszteletünk és gyermek Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Advent első vasárnapjának evangéliumát, amelyet olvasok most nektek Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma első részének 5-től 16-ig terjedő verseiből, az 57. versből és a 67-től 79-ig terjedő versekből. Amíg ezt a hosszabb igeszakaszt felolvasom, a gyülekezet foglaljó helyett. Eképpen szólít meg bennünket az evangélium Lukács írása szerint az első fejezet 5. versétől. Heródesnek, Júda királyának idejében egy pap név szerint Zakariás Abia rendjéből, akinek a neve Zakariás volt,
és felesége Erzsébet Áron lányai közül való volt. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsa és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendje beosztása szerint papi szolgálatot végzett Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással jelölték ki, hogy kimenjen be a templomba, és kimutassa be az illat áldozatot. Az egész nép kint imádkozott az illat áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, megállt az illat áldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta az angyalt, megrettent, és félelem szállta meg. Az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd a születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, és sokakat visszatérít az Úrhoz, a mi Istenünkhöz. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Apja Zakariás betelve Szentlélekkel így prófétált: áldott az Úr Izrael Istene, aki meglátogatta és megváltotta az ő népét, erős szabadítót támasztott neki szolgájának, Dávidnak a házából, amint kijelentette azt prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, s mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétájának neveztet el majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útját, hogy megtanítsd a népet az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékába lakoznak, és hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Amen. Az Úr áldja meg, kedves testvéreim, az ő igéjének az olvasását, a megtartását, a szívünk befogadását. Istennek a lelke cselekedje meg, hogy az ő igéje bennünk gyümölcsöt teremjen. 30, 60, vagy akár 100 annyit. Gyertek most, hajtsuk meg a fejünket, fennállva imádkozzunk. Mindenható, örök, szerető Istenünk, hálás a szívünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy megtartottad az életünket, hogy megtartottad a mi lelkünket, testünket mind a mai napig, a 2021. évünk adventjéig. Hadd adjunk neked hálát, hogy ennek az évnek minden nehézségében, szenvedésében, gondjában, bajában láthatatlanul is mellettünk álltál. Tartottad az életünket, segítségünk, reménységünk voltál. Áldunk téged, Istenünk, hogy szeretetedből, irgalmadból elküldted hozzánk az idők teljességéből a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ebben az évben is elkezdődhet advent időszaka. Várhatjuk a karácsonynak ünnepét, Jézus Krisztusnak megszületését. Urunk, azért könyörgünk itt most, adventnek kezdetén. Kérünk, segíts minket, készíts fel a mi lelkünket, életünket
a te fiadnak, Jézus Krisztusnak születésére. Készíts fel bennünket bűnbánó szívvel, hiszen csak az értheti meg, mit jelent Jézusnak a születése, aki alázattal látja a maga kicsinységét, látja a maga semmiségét, bűneit, hogy rászorul az Úr Jézus kegyelmére. Urunk, így könyörgünk most hozzád, láttasd meg velünk életünknek minden bűnét. Hadd lássuk meg mindazokat a bűnöket, amit gondolatainkba elkövetünk. Hadd lássuk meg az elrontott, kimondott szavainkat. Mi az, amikor nem kellett volna beszélnünk, inkább hallgattunk volna? És mikor kellett volna inkább beszélnünk, mint inkább hallgattunk? És Urunk, kérünk téged, láttass meg velünk az elrontott rossz tetteket, és azokat a mulasztásokat, amiket elkövettünk. Kérünk, segíts, hogy oda tudjunk hajolni hozzád imádságba, és alázatba kérjük most bűneinknek bocsánatát. Kérünk, drága atyánk, a te fiadnak Jézus Krisztus golgotai áldozatáért, bocsáss meg bűneinket, tisztíts meg bennünket minden gonosztól. És kérünk, hadd készüljünk a te fiad születésére, jó lélekkel, hittel, reménységgel. Töltsd el a mi szívünket benned való hittel, bizalommal. Add a te szent lelkedet ma is nekünk, hogy szent lélek által szólaljon meg az ige hirdető, és szent lélek által legyünk a te igédnek meghallói, megtartói, és a hétköznapokban a te igéd szerint élő emberek. Drága atyánk, az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, most készüljünk együtt az ige hirdetésre. Ige hirdetésre készülve 309. adventi dicséretünknek első és második versét énekeljük. Hallgassátok meg bizonyságtételemnek az alap igéit, amelyet olvasok nektek az előbb felolvasott ige részünkből, Lukács evangéliuma első részének 77-től 79-ig terjedő verseiből eképpen. Hogy megtanítsd a népet az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, és hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Amen. Kedves testvéreim, Isten szeretetéből, kegyelméből, irgalmából együtt lehetünk 2021. évünk adventjének első vasárnapján. Hálát adunk a mi Urunknak, hogy megtartott bennünket, megtartotta közösségeinket mind e mai napig.
nehéz évnek az adventjéhez érkeztünk. Lélekbe megpihenünk most, együtt meggyújtjuk az első adventi gyertyát, és várjuk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak a megszületését. Én azt gondolom, hogy ebben a 2021. évben mindennél inkább szükségünk van mindannyiunknak. Az érettünk megszületett, életét értünk oda áldozó, és lélekben most is velünk lévő Jézus Krisztusra. Az adventi időszak egy áldott lehetőség mindannyiunk életébe, hogy mindannyian felkészüljünk Jézus Krisztus születésére, hogy az adventi igék által a lelkünk épüljön, hittel teljen meg, erősödjön, bűneinket megvalva, bűnbocsánatot kérve érkezzünk meg karácsony ünnepére. Kedves testvérek, az advent üzenetei, az adventi igék felkészítik a mi életünket karácsonyra, Jézus Krisztusnak a fogadására. Ilyenkor azok az igerészek kerülnek elünk, amelyek a beteljesülés előtt, azaz Jézus Krisztus megszületése előtt történtek meg a világ életébe. Jelentette ki Isten az ő fiának megszületését. Drága testvérek, ebben a 4 adventi vasárnapban az angyali jelenéseket vesszük végig. Az első mai adventi vasárnapon az első angyali jelenés kerül elénk. Drága testvérek, tudjuk azt, hogy az Ószövetség idejében is jelentek meg angyalok az embereknek. Mindig akkor, amikor Isten valami nagy horderejű eseményt jelentett be az emberiség életében. Tudjuk, hogy az angyalok a menny lakói, Isten seregének tagjai, és ők a küldöttek. Ez a jelentése is a nevüknek, angyalok küldöttek. És akkor jelentek meg itt a földi világba, amikor Istennek valami nagyon-nagyon fontos eseményt kellett megjelentenie az emberek életébe. Azt mondja nekünk a mára rendelt ige, hogy az első angyali jelenést Zakariás pap látta közvetlenül Jézus születése előtt. Az angyal nevét nem tudjuk. Azt mondja az ige, egy angyal jelenik meg Zakariásnak a jeruzsálemi templomba, aki éppen papként illatáldozatot mutatott be az illatáldozati imádság órájába. Azt mondja az ige, hogy az oltár felől, jobb felől jelent meg az angyal. És amikor megjelent, és láthatóvá vált Zakariás számára, azt olvastuk az igében, hogy Zakariás nagyon megijedt, megrettent. Drága testvérek, János a jelenések könyvébe ír arról, aki belátást kapott a mennybe, hogy hogyan is néznek ki az angyalok. De amit leírt, az Isten igéjében is nagyon nehezen érthető. Az angyalok megjelenéséről. Nagyon különleges kinézetű lények, nem evilágiak. És pontosan ezért lehetett, hogy ez a pap, Zakariás megijedt, megrettent, amikor meglátta ezt a nem evilági lényt. És olyan szép az ige, azt mondja, hogy az angyal azonnal megnyugtatja Zakariást, és azt mondja neki, ne félj, én nagy örömhírt hozok neked, mert nem sokára fiat fog születni. Nevezd el őt Jánosnak, és elmondja azt is az angyal neki, hogy már az anyja méhében megtelik ő Szentlélekkel, és megtelve Szentlélekkel az Úr profétája lesz,
aki közvetlenül előkészíti a megváltónak az útját. Drága testvérek, mi tudjuk mai keresztjének, hogy keresztelő János születéséről beszél az angyal. És amit az Isten angyala által megjelentett Zakariásnak, az nem sokkal később be is teljesedik. Mert hogy olvastam nektek az igébe, Erzsébet áldott állapotba kerül, és megszületik a kisfia János. És azon a napon, amikor megszületik, Zakariás pap egy proféciát mond, egy himnuszt. Ezt a latinba úgy is mondják, hogy Benediktus. Egy nagyon híres Isten himnusz ez, amit itt nektek felolvastam. És arról profétál Zakariás pap, hogy az ő fia, keresztelő János, milyen szerepet fog betölteni Jézus Krisztus életének előkészítésében, és arról is beszél keresztelő János, hogy az ő fia kiről fog majd bizonyságot tenni, és hogy ő mit hoz majd el ebbe a világba. Azt mondja keresztelő János ebben a csodálatos himnuszába, imádságba, hogy te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának nevezted el, hogy elkészíts majd az ő útját. Drága testvérek, mi tudjuk azt, hogy keresztelő János lesz az utolsó próféta, mert hogy utána érkezik meg az Úr Jézus Krisztus, még tudjuk, hogy keresztelő János meg is kereszteli őt a bűnök bocsánatára a Jordánba. Drága testvérek, keresztelő János betölti az ő küldetését, mert hogy azt mondja az ige, valóban az Isten csodálatos prófétája lesz, aki miután felnövekedik, elmegy a pusztába, és hirdeti az embereknek, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, és kéri az embereket, hogy bánják meg bűneiket, készüljenek a megváltó fogadására, mert ő nem sokára megérkezik ebbe a világba. És ugye tudjuk azt, hogy János a Jordán folyóba a bűnök bocsánatára keresztelt. Mindaz, aki megvallotta bűneit, azokat az embereket megkeresztelte. És ő maga mondta és prófétálta, hogy én ugyan vízzel keresztellek benneteket, de aki majd utánam jön, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel meg benneteket. Drága testvérek, keresztelő János betöltötte az ő prófétai küldetését. Felmutatott a megváltóra, aki utána jött Jézus Krisztusra. Beszélt az embereknek a megváltó Jézusról. Drága testvérek, ez nagyon fontos üzenet ebben a mai vasárnapban, adventben nekünk, hogy mi is a magunk helyén legyünk jó keresztelő Jánosok. Mi is tudjuk elmondani családtagjainknak, szeretteinknek, barátainknak, rokonainknak, hogy advent van, hogy készüljenek karácsonyra, hogy Jézus Krisztus születését várjuk. A megváltó, az üdvözítő jön hozzánk. Drága testvérek, mi magunk is készítsük szívünket, és mondjuk el másoknak, akikkel találkozunk, akiket elérünk, hogy készítsétek szíveteket, mert jön a megváltó, az üdvözítő. És azt is elmondja itt nekünk az ige, Zakariás megprófétálja, hogy az ő fia hogy fogja bemutatni a megváltót, az üdvözítőt, Jézus Krisztust. Miről fog majd beszélni az embereknek? Drága testvérek, három ige vers szól arról, hogy a megváltó, az üdvözítő mit hoz el ebbe a világba. Először is azt mondja nekünk itt az igében Zakariásnak a himnusza. Majd az ő fia, János, megtanítja az embereket az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánata által. Drága testvérek, miről beszél János? Arról, hogy aki eljövendő és eljött, Jézus Krisztus
Ő hozza el az üdvösséget minden ember számára. Ő az üdvözítő, mégpedig nagyon fontos a bűnök bocsánata által, hogy mindannyian úgy üdvözülhetünk, hogy az Úr Jézus Krisztus érettünk meghal a Golgotai kereszten, megvált bennünket a mi bűneinkből, és mindaz az ember, aki hisz Jézus Krisztusba, és kéri a bűnei bocsánatát, az üdvösséget nyer Jézus Krisztus által. Drága testvérek, ez az üzenet mindannyiunk szívében örömet és megkönnyebbülést kell, hogy hozzon. Mert hogy mindannyiunknak az életébe ott vannak a bűnök. Nehéz vétkeket, súlyos bűnöket hordozunk mindannyian magunkba. Olyan bűnöket, amelyben ott van az életünkben az, hogy vajon ki tudja ezt megbocsátani. Vagy úgy érezzük, hogy még magunknak sem tudunk mindezek a bűnök miatt megbocsátani. És olyan nagy öröm, drága testvérek, hogy az, aki eljövendő és eljött a világba, őt azért küldte szeretetéből az Atya, hogy nekünk ne kelljen súlyos, nehéz bűneinkben élnünk, azoknak a terhét cipelnünk a mindennapjainkba, és azok által a mi életünk egy megrokkant élet legyen, hanem legyen felszabadulás a bűneink alól, legyen megtisztulás, legyen számunkra segítség. És az Úr Jézus Krisztus ezért jött el a világba, és erről beszél nekünk az ige, hogy ő megtanít bennünket az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánata által. Drága testvérek, öröm legyen a szívünkbe ebben az adventben, hogy az Úr Jézus Krisztus eljövendő és eljött, és ő az, aki megváltott bennünket súlyos bűneink terhei alól. És nem kell nekünk más tennünk, mint odafordulni imádságba az Istenhez, és kérni az életünkbe bűneinknek a bocsánatát. Kérni, hogy Uram Jézus, Te, aki eljöttél a világba, és meghaltál, értem, kérlek Téged, bocsáss meg nekem. Kérlek, vedd el az én életemből a bűnöket. Kérlek, segíts engem, hogy felszabaduljak alóluk. Segíts, hogy szabadon és boldogan tudjak élni. És segíts, hogy ne szaporítsam naponta a bűneimet. Drága testvérek, az Úr Jézus azért jött el hozzánk, hogy bennünket megváltson bűneinkből, és üdvösséget adjon mindannyiunk számára. Hogyha majd el kell mennünk ebből a földi világból, bennünket is várjon a mennyek országa. Drága testvérek, várjuk a mi Jézusunkat nyitott szívvel, hogy a most ebben az adventben és karácsonyban a mi lelkünkbe, életünkbe is szállást vegyen a megváltó Jézus Krisztus. És azt mondja az igében Zakariás, hogy ő az, aki által meglátogatott bennünket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétben és a halálnak az árnyékába lakoznak. Drága testvérek, hogy ne jutna eszünkbe János evangéliuma 8. részének a 12. verse, amiben Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem járhat a sötétségben, mert azé az emberé, az életnek a világossága. Kedves testvérek, az Úr Jézus azért jött el a világba, az Atya azért küldte, hogy ebben a sötét világba ő világosságot gyújtson az életünkbe. Drága testvérek, az Isten a Biblia első lapján az első mondattal is így kezdte a teremtésnek történetét. Azt mondja, legyen világosság. Drága testvérek, az Úr világosságot gyújtani jött a mi elménkbe, szívünkbe, hogy mi ne járjunk a sötétségbe,
hogy miénk legyen az élet világossága. Drága testvérek, ez a mai világ, amiben élünk, látjuk azt, hogy milyen sötét, mennyi nyomorúsága, mennyi sötétsége, homálya van a mai világnak. Hogy az ember nem tud különbséget tenni már jó meg rossz között, igaz meg hamis között, szeretet meg szeretetlenség között. Minden megborult ebbe a világba. Drága testvérek, az Úr Jézus az emberi életekbe világosságot és fényt hoz, és akinek az életében az Úr munkálkodik, annak az élete világos lesz. Látja maga előtt a világos, tiszta, egyenes, becsületes utat, és az tud különbséget tenni jó és rossz között. És van ereje mindig a jót választani. Drága testvérek, nagy szükségünk van arra, hogy a mi életünkben is világosságot gyújtson az Úr. Hogy világosságot gyújtson nekünk, mert bizony mi is a sötétségben, és a halálnak az árnyékába lapulunk. Drága testvérek, ez az ige, hogy a halál árnyékába vagyunk, ez nézzétek meg, több ezer éves ige. És nézzétek meg a mai napra is, mennyire aktuális. És mennyire aktuális az is, hogy az Isten elküldi a fiát, hogy világosságot gyújtson nekünk a sötétségbe, hogy a halál árnyékába lakozókra fény és virágosság, azaz remény ragyogjon. Drága testvérek, Jézus világosságába van remény, van erő, van szeretet, és van jövő. Csak higgyünk benne. Csak bízunk benne, csak engedjük, hogy ő bevilágítsa életünket az ő fényével és világosságával. És azt mondja végezetül Zakariás a himnuszába, eljön a megváltó, hogy ráigazítsa a mi lábunkat a békesség útjára. Drága testvérek, olyan szépen mondja Ézsaiás is a proféciájába, hogy aki eljövendő, ő a békességnek a fejedelme, hogy ő tud békét hozni ebben a békétlen világba. Ugye János 14-ben maga Jézus mondja, békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, és én nem úgy adom nektek, ahogy ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, ne csüggedjen el. Drága testvérek, én hadd mondjam nektek, a mai világ az nem ad békességet. Ma pont azt látjuk, hogy mekkora a békétlenség ebbe a világba, milyen nagy a békétlenség az emberi szívekbe, milyen nagy a durvasság, a szeretetlenség, a tiszteletlenség, a békétlenség. Az Úr Jézus Krisztus azért jött el hozzánk, és csendben született meg Betlehembe, hogy ő békét hozzon az emberiség életébe, és békét hozzon mindazok életébe, akik őt az életükbe, a lelkükbe fogadják. Drága testvérek, mekkora kincs a lelki békesség, hogy a szívembe, lelkembe békesség honol. Drága testvérek, a lelki békét életünk nehéz körülményei között, mert hogy mindannyian sok-sok nyomorúság között éljük az életünket, gondba, lelki terhekbe, gyászban, szenvedésben, oly sok betegségben, és olyan nagy kegyelem, hogy az Úr Jézus hozza a békét az emberi szívekbe, hogy minden nehézség és külső körülmény, minden bántás és nyomorúság ellenére békesség legyen az életünkbe, szívünkbe, hogy ne tudjon bennünket a rossz tönkretenni, ne tudjon bennünket megtépázni, ne tudja az életkedvünket elvenni. Ő a békességet hozza ebbe a békétlen világba. És aki a lelkébe, szívébe fogadja a megváltó Jézust, annak lehet bármilyen baj az életében, nehézség. A lelkében az Úrtól jövő békesség és nyugalom honol. Drága testvérek, nagy szükségünk van a megváltó és ma is élő Jézus Krisztusra. Ebben az adventben
Készítsük fel a lelkünket, és bátorít bennünket az ige. Fogadjuk a szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. A most is megszületett és velünk élő Jézus Krisztust, hogy békét hozzon, ami békétlen, nyugtalan szívünkbe, hogy világosságot hozzon életünkbe, elménkbe, hogy tudjuk, mi a jó és mi a rossz, és tudjuk a jó utat választani, és világos, tiszta úton járni egész életünkbe, és hogy legyen számunkra kegyelem, hogy legyen bűneinknek bocsánata, hogy megszabaduljunk a lelki terhek alól, és hogy legyen nekünk is utunk a mennyek országába. Az Úr Jézus Krisztus jön felénk, jön feléd is ma, ezen a vasárnapon. Fogadd a lelkedbe, fogadd az életedbe, az értünk megszületett, és most is élő Jézus Krisztust. Olyan szépen mondja egy régi-régi hallelujás énekünk erről, így szól. Miért, hogy ő, kit angyalének dicsért, költötte ránk szerelme kincseit, vagy mint a pásztor, elveszett után járt. Elmémmel fel nem foghatom miért, de azt tudom, hogy ő Máriától származott, hogy Betlehembe jászolágya volt, hogy Názáretben élt, és ott volt otthona. Ím így jött el ő, a világ megváltója. Nem értem, miért szenvedett némán, de békéje fénylik Golgota hegyén. Szíve miért szakadt meg ott a kereszten, s tövisből miért kapott ott koronát. De azt tudom, hogy ő megtört szívek orvosa. Bűnfélelem tüzét megoltja ő, s ő megterhelt lélek láncait leoldja. Ím ezért jött el ő, a világ megváltója. Fogadjuk át szívünkbe, és mondjuk azt neki, jövel, Uram Jézus. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, most válaszolva az Isten igéjére, énekeljük el 309. dicséretünknek 4. és 5. versét. Fennállva együtt imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, szerető atyánk, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyetlen fiadat adtad nekünk. Köszönjük neked, megváltó Krisztusunk, hogy te megszerezted számunkra a Golgotai kereszten az örök életet, a bűnbocsánatot, az üdvösségnek drága lehetőségét. Urunk, kérünk téged, készíts fel a mi szívünket, a mi életünket a te fogadásodra, hogy befogadjunk téged lelkünkbe, hogy megvalljuk előtted lélekbe bűneinket, amelyek nyomasztanak, terhelnek, bántanak, agasztanak bennünket. Ha tudjuk előtted minden bűnünket letenni, kérve és könyörögve,
Golgotai áldozatodért, bocsásd meg bűneinket, tisztíts meg bennünket minden gonosztól. És kérünk téged, drága Urunk, Istenünk, hadd lássuk meg, hogy a te fiadat világosságul küldted ebbe a világba, hogy az életünkbe világosságot, lelkünkbe fényt gyújtson, és hogy ezt a fényt és világosságot árasszuk a mi életünkből, és járhassunk veled tiszta, egyenes, világos úton. Urunk, adj fényt az életünkbe, add, hogy tisztán lássunk, add, hogy mindig a jó mellett tudjunk dönteni, add, hogy látni tudjuk, felismerni a rosszat, és el tudjuk kerülni, nemet tudjunk mondani a rosszra, ami bennünket és másokat is tönkretesz az életünkbe. Urunk, kérünk téged, légy vigasztalunk, akik a sötétségben és a halál árnyékába lakoznak. Így imádkozunk mindannyiunk életéért, különösen a kedves gyászoló család életéért. Kérünk téged, vigasztald életüket, szívüket, az örök élet és a feltámadás reményével. Add, hogy világos úton járjanak. Add fényt a szívükbe. Add nekik is üdvösséget. Urunk, és köszönjük, hogy azért jöttél, hogy békességet hozz az emberi szívekbe. Urunk, megvalljuk, hogy nincs békesség. És megvalljuk, hogy a mi szívünkbe is oly sokszor van békétlenség, háborgás. Kérünk, Urunk, jöjj a mi életünkbe, és teremts békét a lelkünkbe, hogy minden nehézség külső körülmény ellenére legyen lelki békénk, lelki nyugalmunk, legyen erőnk mindenben melletted dönteni és melletted maradni. Urunk, kérünk téged, imádkozunk, adj segítséget nekünk ezekkel a járvánnyal sújtott időkben, amelyekben élünk. Urunk, adj kitartást, erőt, adj lelki békét, hogy bármi is zajlik körülöttünk, bennünk békesség és nyugalom legyen. Imádkozunk hozzád védelemért, oltalomért. Védj meg bennünket. Védj meg szeretteinket, védj meg a családjainkat, rokonainkat, barátainkat, védj meg gyülekezetünket, emberi közösségeinket, ahol élünk. És kérünk, könyörülj, hogy elmúljék felülünk a veszedelem. Imádkozunk a betegekért, akik az otthonaikban betegek. Imádkozunk a kórházba szenvedő testvéreinkért. Urunk, légy a beteg ágyak mellett. Gyógyítsd a betegeket. Urunk, könyörülj a lélegeztetőgépen lévő testvéreinken. Kérünk téged, drága Urunk, a te védő, oltalmazó karod, tarts mindannyiunk életén, és könyörülj meg rajtunk. Imádkozunk szeretett anyaszentegyházunkért. Imádkozunk testvér felekezeteinkért. Katolikus, evangélikus, baptista testvéreinkért. Kérünk téged, áld meg adventjüket. Add, hogy minél többen megtérjenek, naponta szaporodjon néped az üdvözülőkkel. Imádkozunk magyarságunkért, határainkon innen és túlélő véreinkért. Kérünk téged, Urunk, segíts, hogy mi magyarok, hadd legyünk jó bizonyságtevőid, ne csak név szerint keresztjének, hanem valóságosan, igazán a hit, a remény és szeretet emberei szerte a világba. Drága Atyánk, az Úr Jézusért hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most pár pillanat csendbe mondjuk el a magunk imádságát az Úrnak. A mi szerető Urunk, hallgassa meg
a neki hittel szívvel elmondott imádságainkat. Most együtt imádkozzuk a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a mi helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, mindenek előtt hirdetem, hogy a mögöttünk lévő héten, hétfőn, 1 órakor kísértük el utolsó útjára Pap Lászlóné született Erős Irma drága testvérünket, aki 83 éves korában visszaadta lelkét az ő teremtőjének. Az örök élet, a mennyei találkozás és a feltámadás reménységével köszöntünk el tőle. Azzal a drága örömmel szívünkbe, hogy nem utoljára láttuk őt. Találkozunk még vele a mennyek országába, és majd a feltámadáskor, az utolsó napon. Az ő ravatalánál Pál apostolnak a 2. korintusiakhoz írott levele 5. részének 1. és 8. 9. verséből szólt a vigasztaló ige eképpen. Tudjuk pedig, ha földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel készített, hanem örökké való mennyei házunk. De bizakodjunk, és inkább szeressünk elköltözni az Úrhoz, hazaköltözni hozzá. Ezért arra törekedjünk, hogy akár itt lakozunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk az Istennek. Amen. Drága testvérek, ezen a mostani vasárnapon drága szerettükre emlékeznek fia és családja, kedves férje, akivel 63 évig éltek boldog házasságba, kedves leánya és családja, azoknak családjai, unokái, rokonai, ismerősei. Az Úr adjon vigasztalást, és adja meg számotokra az örök életnek drága örömét, reményét és békességét. Amen. Kedves testvérek, végezetül hirdetem nektek gyülekezetünk jövő heti alkalmait. Hirdetem még ezen a mai napon délután 4 órakor alsó páhokon a közparkban adventi gyertyagyújtás lesz. A gyertyát közösen fogjuk meggyújtani Cigány Sándor alsópáhoki polgármester úrral és Bóka Tibor alsópáhoki atyatestvérrel. Ezen az alkalmon ünnepi ige is elhangzik, és egy kis áhítat. Szeretettel hívlak, várlak benneteket, ha tehetitek, gyertek el délután, tehát 4 órakor az alsópáhoki közparkba az adventi gyertyagyújtásra. Hirdetem nektek a jövő hétnek az alkalmait, hirdetem jövő héten szerdán a Biblia óránkat, délután 5 órakor az egészségügyi szabályok betartásával a gyülekezeti terembe Biblia órát tartunk, szeretettel hívlak benneteket erre az alkalomra. Hirdettem a jövő hétvégének alkalmait, jövő szombaton 13:30-tól lesz az ifjúságnak ifjúsági óra, utána a konfirmandusoknak konfirmáció órát tartunk, melyben már készülünk a karácsonyi színdarabokkal.
Hirdetem a jövő vasárnapi istentiszteletünket, advent második vasárnapján, 9 óra 30-kor hívlak, várlak benneteket a következő istentiszteletünkre, ahol folytatjuk tovább az angyali jelenéseket. Erről szól majd a következő vasárnap alkalma. Lesz a gyermekeknek adventi gyermekistentisztelet, ahová megérkezik a télapó is. És hirdetem jövő vasárnap délután 3 órakor itt Hévízen a Deák téren az adventi gyertyagyújtást, a második adventi gyertyát Pap Gábor polgármester úrral fogjuk ketten jövő vasárnap délután meggyújtani. Hívlak, várlak benneteket nagy szeretettel a jövő vasárnapi gyertyagyújtásra is. Kedves testvérek, végezetül hirdetem gyülekezetünk javára az adakozást, a jószívű, jólelkű adakozót szereti és megáldja az Isten, mondja az ő igéje. Kedves testvérek, Isten tiszteletünknek végén, az áldás vétele előtt, 312. megkezdett adventi dicséretünk 4. versét énekeljük, majd fogadjuk Isten áldását. Fennállva fogadjuk az Istennek áldását, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük közösen. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon a mi kis gyülekezetünknek őriző pásztora. Most az Isten tiszteletünk után
Pap Lászlóné született erős Irma drága testvérünkre szól az emlékharang. Végezetül hirdetem a testvéreknek, hogy aki teheti, mint tudjátok, gyűjtjük a szeretett dobozokat, cipős dobozokat a gyülekezeti terembe december 15-éig, ha tehetitek, hozzátok be a magatok adományát, hogy ezen a karácsonyon sok rászoruló gyermeknek lehessen szép ajándéka. Isten áldjon benneteket, áldás, békesség! Amen.